A legtöbb településen feloldották a húsvéti korlátozásokat, ismét látogatható Szentendre belvárosa, a Margit-sziget, az Óbudai-sziget és a Római part is. Szentendre polgármestere ugyanakkor közös kiállást szeretne több városvezetővel annak érdekében, hogy a kormány szigorítsa a kijárási korlátozásokat. Ismét megáll a villamos a Margit híd közepén, a Margit-sziget újra látogatható. A korlátozás hétfőn este járt le, mostanra pedig már semmi sem emlékeztet arra, hogy nemrég rendészeti szalag zárta el az utat. Sétálókat, futókat is láttunk, a Nagyrét viszont teljesen üres volt. Az Óbudai sziget és a Római part sem tiltott zóna már, de egyik helyen sem voltak sokan. Egy átlagos húsvétkor kedvelt úti cél Szentendre, idén viszont a helyieken kívül senki sem mehetett a belvárosba, és bár a korlátozás mostanra feloldották, az utcák üresebbek a szokásosnál. A város vezetője polgármester társaihoz fordult, azt szeretné, ha közösen nyílt levelet írnának a kormánynak. Szeretném kérni Magyarország kormányát is, hogy hozza meg ezt az intézkedést, hogy a település, a lakóhely közigazgatási határán belülre hozzon korlátozást, hogy ezek a szabadidős tevékenységek az adott településen belül, a lakóhelyünkön belül végezhetőek. Híradónk az ország több településén is körülnézett, Nyíregyházán bizonyos korlátozások érvényben maradtak. Polgármester úr úgy döntött, hogy bizonyos parkolók tekintetében meghosszabbítja a parkolók lezárását. Ezek a parkolók olyan parkolók, amelyek a városlakók számára kedvelt kirándulóhelyek. Egerben az ünnepre lezártak minden olyan fontos közterületet, ami alkalmas lehet a csoportos találkozásokra. Jelenleg ezek a területek nincsenek lezárva, hiszen csak a hosszú hétvégére szólt. Természetesen percről percre nyomon követjük az eseményeket, megfigyeljük a híreket, hogyha a szükség úgy hozza, hogy újabb hasonló óvintézkedéseket kell megtenni, akkor minden, amire jogosítványunk van, azt meg fogjuk tenni. Pécsváradon eddig is csak a Dombai tó környéke volt lezárva, ez a korlátozás ezután is érvényben marad. Éltem azzal a lehetőséggel, hogy ezt a korlátozást fenntartom a nem pécsváradi és nem telek tulajdonosok számára. Utolsó állomásunk a Velencei tó, ahol jelenleg szinte senki sincs. Itt Gárdonyban húsvétkor azt kérte a polgármester a rendőrkapitánytól és a polgárőrségtől, hogy fokozottan legyenek jelen a közterületeken. Erre azért volt szükség, mert az előző szombaton és vasárnap nagyon sokan érkeztek Budapestről ide a városba. Most beszéltünk egy horgásszal, aki azt mondta, hogy ezen a hétvégén viszont ezzel már nem volt gond. Tehát úgy tűnik, hogy az emberek betartották a polgármester kérését. Az ATV híradójában Gulyás Eszter riportját látták.